Sorban állnak az idősebbek és a fiatalabbak, hogy védősisakot, láthatósági mellényt kapjanak a királyegyházi cementgyárnál. Nyílt napot tartottak az üzemben, hogy megismertessék az itt folyó munkával az érdeklődőket szeptember 21-én. Ferenciek vagyunk, egy nyugtorna csoport, tehát egy nyugdíjas torna csoport tagjai vagyunk. Körülbelül 20-an jöttünk. Mire kíváncsiak itt? A gyárba jártok-e már? Nem jártunk még a gyárba, és kíváncsi vagyunk a feldolgozás folyamatára. A szükséges védőfelszerelésben indult a túra a gyárban. Most már hagyományos az, hogy nyílt napot tartunk minden évben a Holcim királyegyházi cementgyárába. Idén is ez egy szombati napra esik, és hála Istennek most az időjárás is kegyez nekünk. Úgyhogy nagyon nagy számú látogatóra, több mint 250 főre számítunk a mai napon. Igyekszünk megmutatni, hogy egy mai modern cementgyár az miként tud üzemelni. Szerencsés, hogy ebben az esetben most az üzemelőgyárat tudják megtekinteni a látogatóink, és minden folyamatba be tudnak tekinteni. A cementkészítés teljes folyamatát megmutatták a szakemberek. Bevitték a látogatókat a hatalmas fedett alapanyagtárolóba, ahol a kibányászott mészkövet halmozzák fel. Ez a kiinduló anyaga a cementnek. Én azt gondolom, hogy sok számos érdekes helyszínt fogunk meglátogatni. A kisgyerekek számára érdekesek szoktak lenni a mobil berendezéseink, felnőttek számára akár a labor, az automata laborunk a robotjainkkal, illetve kint a gyártási területen is a 60 méter hosszú, 4 méter átmérőjű forgókemencénk működés közben is egy elég jó látványt tud nyújtani. Ez a 60 méter hosszú forgókemence, amelynek a belsejében több mint 1000 fokos hőmérsékleten égetik a cementet. Ahhoz, hogy a legjobb minőségű anyagok kerüljenek a gyártási folyamatba, szükség van a laborvizsgálatokra, amit egy robotkar végez el. Ez pedig már a vezérlőterem, ahol monitorokon követhető a termelési folyamat. Külön képernyőt kapott a kemence égéstere. Ezt folyamatosan látják a szakemberek. A vezérlőterem Lő volt a nyílt nap utolsó állomása a királyegyházi cementgyárban. A túra mintegy 90 percig tartott.